Na szervusztok, sziasztok mindenki! Mielőtt belemegyünk a mai videóban, és megnézzük ezt az újabb érdekes tartalmat, mindenképpen szeretnélek megkérni teket, hogy ha tetszik a tartalom, mindenképp egy követést hagyjatok itt, valamint a lájkot ne felejtsétek el megnyomni. A videó alatt pedig van egy csomó link, amiket csekkoljatok le mindenképpen, mert ott van a Discord szerverünk, az Instagramom, a Twitch, ahol minden nap live meg ugye a TikTok fiókom. És ha még ennél is tovább mennél, akkor váljatok csatorna taggá, és támogassátok a csatornát, hogy fent tudjon maradni, valamint hogy extra tartalmakban részesüljetek. Szóval jó szórakozást a videó, aztán nézzük meg, hogy mit hoztam ma nektek. Na cső, mindenkinek én gergő vagyok, és ez pedig itt a Hangé csatorna. A mai videó sokkal inkább egy ilyen kis beszélgetősebb, egy ilyen kis bejelentő videó lesz, de kezdjük azzal, hogy az Unbound-hoz érkezett a Vol 5, aminek nincsen még tréleren, nincsen még semmilyen bemutatója, de azért nézzük meg, hogy nagyjából miket lehet majd kapni. Félig örülök, félig nem, nem tudom, hogy igazából majd kommentbe leírjátok, hogy mit gondoltok róla, nyugodtan jelezzétek vissza, hogy mi a véleményetek, hogy gondoljátok, ez jó vagy nem jó, van, ami nekem tetszik, és valami nem. Na most a lényeg a lényeg igazából a prémium cuccok lesz nek némiké frissültek ugye az eventek, több minden jött be, nem olyan, olyan nagy dolog nem érkezett a játékba, hogy teljesen újfajta verseny, meg, meg stb. Ha jól olvastam, például hármas szintről ötös szintre emelték a rendőri körözés bizonyos helyzetekbe, szóval lettek nehezítések, meg, meg kicsit próbálják élvezetesebbé tenni, meg tippeket adni, hogy hogy lehetne jobban menni, de azt most kippeljük, mert igazából azt szerintem mindenki meg fogja tudni oldani, ami nektek igazából fontos lenne, az az új Speed Pass tartalom, kapunk egy bujikot, ami igazából, hát az a Grand National GNX 87-es, én nem tudom, szeretem ezt a kocsit, de, és meg is fogom szerezni, szó szóval se róla, de hogy egy paszba pont ezt betenni, ezzel a karosszériával, tényleg nem rossz, szó szóval se róla, ez egy legendás autó, nagyon menő autó, viszont ennél egy kicsit lehetett volna komolyabb, de el tudom képzelni azt is, mert hogyha megnézzük itt egyébként pont a levegőszűrő kilóg, meg talán ez nem egy lámpa, hanem egy lángcsóva, itt van egy kipufogó nyílás neki, igen, fent. Lehet, hogy ezt az autó Többszögből nézzük meg, akkor sokkal látványosabb lesz, és lehet, hogy csak ebből a szögből nem tűnik jónak. A lényeg a lényeg, hogy ha az előző tematikát követi az ié, akkor a passz ingyenes lesz, szóval nagyjából bárki ingyen ki tudja majd szedni ezt az autót, szóval csak végig kell menni a passzon. És akkor van itt egy BMW M2 kupé 2023-as, ez mondjuk nem rossz egyébként, ez jól néz ki szerintem ezzel a karosszériával. Ez nem hiszem, hogy sokkal extrásabb lesz, csak ezek a levegő elvezetők vannak rajta, nem lesz kint a motor, turbó, semmi, szóval ez szerintem ez így néz ki, aztán lehet, hogy üvegmotorháztetőt kapunk, de nem Hiszem, ezt úgy tudjátok kiszedni, hogy 25 Niermiszket, tehát 25 ször kell rendőrök mellett elmenni balesetmentesen, és akkor feloldja nektek ezt a járművet. Új prémium dlc na nézzük, na itt vannak egy kicsit problémák, meg nem problémák, ez egy érdekes téma. Jól néz ki a festés, jól néz ki a szárny, jól néz ki a kaszni, jól néz ki a világítás. Nem vagyok egy nagy mini Cooper fanatikus, szóval ez egy érdekes dolog. Döntsétek el, mert nem is de Cooper countrymen, döntsétek el, hogy nektek ez tetszik. Az a helyzet, hogy ez egy 15 eurós cumo lesz. És akkor a 10 eurósba megkapjuk a bogarat, ami igazából nem csak az, hogy 10 euró, hanem még 10 darab szintet is fog nektek dobni ugye magára a passzra, ami lényegében tök mindegy, mert anélkül is ki lehet szedni, szóval az most nem számít. És akkor van nekünk ugye egy vol 5 custom pack, ahol igazából nem ilyen nagyon durván egyedi, de azért egyedi e, autókat kapunk, három darabot, és azt hiszem, ha jól emlékszem, ez 5,99 euró volt, vagy 4,99, nem 5,99, de még ugye nincsenek kint a hivatalos árak, szóval ha összeadogatjuk őket, akkor ez egy erős 30 euró, amit itt találhatunk. Fontos megegyezni, hogy ez a bogár valószínűleg úgy lesz, mint az eddigiek, hogy ki fognak kerülni. Magyarul a, 10 eurós mindig úgy van, hogy ha nem veszed meg, akkor később ne is keresd, mert az kiveszik mindig a vol következő részével. És akkor van itt egy ilyen nagyon szép autó, ami nekem kifejezetten tetszik, de ugye ezt az IE passz előfizetéssel lehet megszerezni, szóval, hogyha van IE passzod, akkor meg tudod szerezni ezt a kocsit. Most belépek, megnézem, hogy megvan-e az előző, azt hiszem Lamborghini volt talán, de nem akarok hülyeséget mondani. Uh, ugye, mert most az van, és amit nem értek, vagy legalábbis én nem tudom fejbe összerakni, hogy az Xbox Pass mellé megkapjuk az EA Pass-t, és hívjuk mindent pass Na most, uh, ugye ott Gold van, vagy mi a franc, de mindegy, most minden Pass. És azt nem tudom eldönteni, hogy uh, tulajdonképpen, ha neked van az egyik, akkor megkapod-e a játékba a többi autót, mert valami Lamborghini volt, ha jól emlékszem, de ugye az a helyzet, hogy már olyan kavarodás van a játékokban, meg annyi minden van, tehát én nem tudom elfogadni az ilyen részéről azt, hogy én megvettem 27 ezer forinti annó a játékot. Jó rendben. Akkor fél játék áráért vehetek kiteket, Most ezt mindenki döntse el, hogy jó vagy nem, jó. Szerintem ez egy jó dolog. Mármint abból a szempontból, hogy nem autókat adnak, ami mondjuk másnak nem lesz meg, és mondjuk jobb leszel vagy nem leszel jobb. Ö, igen, gyerekek ezt akartam bemutatni nektek. Jó, akkor kezdődik a probléma. Mindjárt erre rátérünk. Még jó, hogy megtaláltam. Erről akartam egy videót csinálni, csak nem sikerült. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy nem nagyon értek azzal egyet, hogy egy féljáték árát rádobják. Az jó, hogy nem, nem egyedi autóink vannak, de hogy 30 euróért. De mindjárt mindegy. A videó végén ezt megbeszéljük és kifejtem a véleményemet. Szóval a következő van egyébként. Én jelenleg nem látom, hogy az az autó nekem meg lenne, és nem nagyon tudok vele így hirtelen mit kezdeni ja, szóval, hogy itt nincsen buy and shell be model name esetleg alapján, de mondjuk szerintem az sem nagyon fog működni, by buy stock, nem a custom az nem fog működni, és akkor esetleg a manufakt nem, nem tudom, hogy mire kell. Ké... lehet, hogy a izé a custom van, mert hogy igen, biztos, hogy a custom be kell lennie, szóval van itt nekünk egy ferráring, ami meg nem mondom, hogy hogy került ide, és miért nem piros, de oké, okay. Van itt egy ilyen Porsche, akkor ezeket is itt meg lehet. Vannak egyébként, ez egyedi Porsche, ez honnan van nekem, mert nem is láttam még. Uh... Palasz Edition, ja, de Palasz Edition, bocsánat, a teljesen másról van szó, hogy úgy látom, hogy mintha lennének másfajta járművek is, amikkel eddig én még nem találkoztam, ami azért érdekes, mert úgy gondolom, hogy nagyjából mindent láttam már a játékban. Szóval ugye ezeket meg lehet venni. Ugye egy külföldi videós, akit követek, pont csinált ezzel kapcsolatban egy videót, hogy van egy ilyen probléma a játékban, hogy a textúrák eltűnnek. Én próbáltam nézegetni, de nekem nem dobta fel, szóval egyelőre nem látom az előző passzos autót, szóval nem elég, hogy megveszed a játékot 20 ezerért, még vegyél egy IE előfizetést, és amiben amúgy benne van a játék, és akkor játszhatnál vele, ha jól tudom, benne van, de lehet, hogy tévedek, de hogy érted, akkor még vegyél, fizessek is elő az ie de minek fizessek elő, hogyha én megvetem az amúgy drágább játékot, szóval IE, kérlek titeket, ezt fejezzétek már be, mert basszus, oké, okay, megveszem a tehát, hogy vegyél egy ilyen DLC-t, mert az jó. Vedd meg a másodikat, mert ugye akkor 10 plusz szintet kapsz a passzba, aminek semmi értelme, máshol minden passznak hívok, na mindegy. De vedd meg azt is, meg akkor még vegyél, vegyél három darab kásztömöt, ha már minden pénzed elköltötted, ja, és akkor van még egy autó, ami konkrétan a legmenőbb szerintem, és akkor fizessek elő még 3000 vagy nem tudom hányszáz forintot, az IE előfizetése, amire amúgy nekem mondjuk semmi szükségem nincsen, mert másra én mondjuk onnan nem játszani, de azért fizessek oda, is, tehát hogy három vagy négy helyre fizetgessek nekik, vagy három vagy négy dolog miatt fizetgessek nekik, nem tudom, ezt a modellt én annyira nem preferálom. De hogy menjünk igazából ide át szépen, és akkor most rá is kanyarodhatnánk arra a témára, mert most már akkor azzal meg vagyunk, kifejtettem a véleményemet, megkeressük a Porsét, ami megint nem tudom, hogy hol van, valahol itt kell lenni, itt van a Porsche. Nincsen kereke a porsche és valószínűleg nem is lesz neki, tehát simán ki tudom úgy vinni, versenyezni, hogy nem lesz kereke. És még a festés is eltűnt róla, szóval a következő van, hogy az EA ugye átcsoportosította a Criterion Games-t a Battlefieldre, amivel alapvetően semmi bajom nincsen, vigyék akkor oké, okay, de akkor viszont adják egy euróért, vagy ingyen a DLC-ket, mert tulajdonképpen én ugye a legtöbb dolgot megveszem, hogy bemutathassam nektek, amivel semmi bajom nincsen, mert oké, okay, ezzel támogatom a csatornát, hogy megveszek 15 euróért valamit, amit a büdösségeben többet nem fogok használni, de megveszem, mert az IA nem akar velem leszerződni, úgyhogy megveszem, hogy bemutathassam nektek, oké, okay, ez az én problémám, vállalom. De akkor is, hogyha én 15 euró, vagy 10 eurót, vagy összesen 30 eurót beletolok bele a játékba, akkor igenis elvárnám az IA részéről, hogy legyenek már ugyan annyira kedvesek, hogy akkor legalább tegyenek már ki egy olyan posztot, hogy készül az új rész hogy készülnek, hogy nem az van, hogy a Battlefield-et csinálják, hanem igenis csinálják a játékot. Ez egy duraceles festés volt, ezen, tehát konkrétan egy duraceles festés volt ezen a kocsin, ez nem így nézett ki. Hol az autóm kereke, gyerekek? És mondom, ez már egy hetek óta tartó probléma, hogy eltűnnek a textúrák, valamelyik autónál, valamelyik streamernél az egész autó hátulja eltűnt, szóval gyerekek, költöm a pénzt a játékba, jó a csatornám véget, mert nekem ez fontos. De hogy nekem azt kéne mondanom nektek egy videóban őszintén, hogy költsétek-e bele vagy nem. Hogyha az IE. Íjjé közli, hogy készül az új Need for Speed, rá vannak állva, ilyen lesz, olyan lesz, ez a céljuk, az a céljuk, akkor igen. Ha azt mondják, hogy a Battlefield-en dolgozik a Criterion Games, akkor ne vegyetek meg semmit, jó? Hiába a kedvenc játékom a Need for Speed, az egyik kedvencem gyerekkorom óta, de ne támogassátok azt, ami nem támogat titeket, jó Skacok? Mert ez nem éri meg. Ennyi. Ez a véleményem. És kanyar vissza, egy nagyon fontos dologra a Need for Speedről szerintem mindent elmondtam nektek. Forza The Crew Need for Speed Hungary Hangét Facebook csoport, mindenki befelé gyerekek, szojatok mindenkinek, mindenkit hívjatok akit csak lehet, szeretném összeszedni a brigádot, a forzásokat, a dökrúsokat, a kérdéseket, a egy csoportba nyugodjatok meg nyugodjatok a anyázásért és mindenért a fognak a bannok, mindenki megy a levesbe, de egy normális közösséget szeretnék létrehozni, ahol Pistike, aki Forza fanatikus, megismerkedhet a Crew-val, a Need for speed -del. aki a Need for Speed fanatikus, mondjuk Gyurika, ő a többivel, és így tovább. Tehát az lenne a célom, hogy nem kell, hogy mindent szeressetek, mindenki játszon azzal, amivel akar, de az árkád játék szeretői egy nagy család legyen, és ne pedig egy anyázó brigád, és mindenki a másikat szídja, hanem igenis, fogjuk össze ezt a brigádot, mehetnek a közös gémek, többféle játék van. A Crew most például a GDM-et erősíti, a Forzából van a rengeteg autóoptimalizáció, a Need for Speed ott van a rengeteg tuning, ezek a játékok már nagyjából egy-két kivétele, de ott vannak a passzok, fillérekért be lehet szerezni, szóval akár mind a hárommal is játszhatsz, úgyhogy szedjük össze a brigádot, én rakom ki a híreket, itt vannak a motorsportban lévő autók, megint free weekend van a motorfestbe, itt van a Vol 5-ös pakkot, már kiraktam nektek egy órája, szóval folyamatosan jönnek a frissítések, éppen egy Japánban lévő driftes játék született meg tegnap demóba, azt is kiraktam, szóval gyerünk befelé, gyerünk, gyerünk, gyerünk mindenki, videó alatt linkek, csekkoljátok őket, várunk mindenkit a Discordra, új előfizetéses modell lesz a YouTube csatornámon, csekkoljátok le, hogy mik, a, mik vannak és mik lesznek, mert most ez megváltozik, szóval aki támogatni szeretne, az most már kapni is fog rendesen valamit, úgyhogy minden fejlődik és haladunk előre, hogy jók legyetek gyerekek, kellemes napot mindenkinek, a csinektek, szevasztok!